Kívánok, üdvös, ha tornánk képernyőjelentkezik, következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívás és videó sorozat következő részével, és úgy gondoltam, hogy kellene csinálni nagyon gyorsan valamit. Próbáljunk meg egy kicsit haladni, mert az előző részekben egy picit úgy éreztem, hogy annyira nem sikerült ezt megvalósítani, úgyhogy picit bele kellene pörögnünk a dolgokba, meg ráadásul olyan dolgokat kellene csinálni, amik igazából eltervezett a Keeper, és viszont azzal nem annyira halad. Például ugye nagyon jó lenne, hogyha az állattenyésztés az valóban így megindulna, mivel így soha büdös életben nem lesz nekünk trágyánk. Amit meg azért nem ártana, hogyha lenne, úgyhogy kell egy-két dolgot vennünk. Úgyhogy megint pénzköltés lesz, srácok. De amúgy is mindenképpen kell, rá kellett jönnem, hogy mindenképp kell vennem dolgokat, mert igazából ezzel nem megyünk semmire, gyerekek. Ugye, azt ugye vágjátok. Kosszálógépből is úgy gondoltam, figyeljetek, ne kis pályázzuk, vegyük meg a legnagyobbat mindenből, mert igazából szerintem annak van értelme. Ugye kellene nekem kosszálógép rendsodró, kellene nekem permetező, leginkább ezek. De viszont most a kosszálógéppel le kellene kosszálnunk a területünket, szóval először arra megyünk rá. Nagyon gyorsan hazaérünk vele, 43-ben lehet veretni, és egyébként írtátok ugye, hogy ezt be tudom kapcsolni a rend. Jaj, hogy rendet rakjon, úgyhogy ezután rendet fogunk. Először csinálunk füvet, ami be fogunk bunkersilózni, és úgy is pörgetni kell az idővel, hogy nőjön majd az elvetett... Mit vetünk, gyerekek? Bazz, ez meg már húz mindent is. Gyerekek! Álljál már, lépjél rá! Árpa. Nem jó nekünk az árpa. Állj, testvérem, mehetünk vissza az elejére. Gyerekek, komolyan mondom, még jó, hogy eszükbe jutok. Halljátok, azért nem kicsi ez a föld, hallod? Milyen gyorsan. De milyen gyorsan halad ez a csodálatos gép. Gyerekek, hallod? A hülye gyerek árpát neki áll verni, mi? Nincs semmi gond? Szólj a bobra, megyünk rá, mert az a legjobb. Oké, döglődök itt. Vajon mit lehetne egyébként? Az a durva, hogy azt hiszem, hogy lehet még izét is. Szőlőd vetni, gyerekek, vetőgépe. Azért az a nem egyszerű, nem igaz? Na, repce, szólj a babra megyünk rá ezerrel. Egyébként tök jó, koszosodik már a Big Bad. Teljesen fölösleges a tripla kerék egyelőre. Igen, várjatok, gondolkozok egy csomó mindenen, hogy mi legyen. Igen, ezt csinálja meg nagyon gyorsan. Mondtátok, hogy lehet, hogy nem kellene még hozzá szántanom ehhez dolgokat, mert emi is eléggé brutálisan nagy ez a terület. Nem tűnik olyan nagynak, de higgyem el, hogy az nagy. Én hallod? Én mindent elhiszek, komolyan mondom. De egyébként én is így gondolom, hogy ez a terület ez nem kicsi. Úgyhogy ezt most az a szerencse, hogy újra meg tudja csinálni. Hadd menjél, gyerekek. Nem baj, hogyha nem teljes szélesség, jó lesz ez, gyerekek, jó lesz ez. És most már a szója babot nyomja neki a képet. Hát még szerencse, hogy eszünkbe jutott. Mi nem az egészet levetettük. Jó, csinálja meg, okosan. Közben mi megcsináljuk a kaszálást, és összehamsterezünk, behordjuk. Egyébként mondtátok, hogy a kukoricát azt le tudtam volna, ugye síbe tudtam volna sílózni is. Csak az a baj, hogy akkor oda kell, ugye még egy plusz eszköz, meg mit tudom én. Azt nem akarta a Keeper. Egyébként a izét várja, mindjárt megnézem, mert lehet, hogy be tudom önteni a bunkersilóba a szemes takarmányaimat is. Úgyhogy azt is mindjárt meglesi a Keeper, jó? Csak már érjünk oda nagyon gyorsan. Lehet, hogy itt bevágódok. Lehet, hogy teljesen fölösleges aszfalton végig tekerünk. Na! Nyomtam egy szébet, itt a megakadt a dolog. Ja, jó van, oké, gyerekek. Itt is ugye be kéne indítani olajbogyó termesztést. Olajbogyó olaj van olyan? Olívaolaj. Figyelj, magyarul az olívaolaj, az olajbogyó olaj, ugye? Olajbogyó olaj. Ez olyan, mint a bacon szalonna. Valaki mondja, hogy bacon szalonna. Amikor a bacon az alapban szalonna, érted? És akkor magyaroknál jelterjedt, hogy a bacon szalonna. Érte, van ilyen, hát miért ne? Na, ki kellene nyitani, és akkor úgy kellene belőnöm én itt a dolgokat nekem, nagyba, hogy mindjárt megnézzük, hogy van olyan, hogy kaszálógép, munkamód ki is bekapcsolása, Ctrl Z, bazza, biztos az, ugye? Rendszórás, bál a rend, mi? Jobb rend, széles szórás, rendszórás, ja, bal rend, hogy hova? Jobb rend, rendszórás.
Hát figyelj, szerintem tök mindegy, oda legyek, akkor így meg középre csapja, vagy hogy van? Na, majd mindjárt kiderül, srácok, jó? Nyomunk neki, figyelj, hát ezt dolgozzon meg a pénzeért. Roppant kíváncsi vagyok, hogy fogja le csettinteni. Ahol nagyon jó, középre húzza. Oké, gyerekek, tök jó. Akkor tudok már is dolgozni, én már mindjárt. Viszont egy dolgot megnézek, hogy az F1-nél, nem az F1-nél, hanem itt az infórá, érdemes megnézni, hogy itt van. Látod, már meg is van, hogy hogy kell csinálni ilyet. És az a lényeg, hogy pejvából és fűből úgy készíthetsz szillást, ha. Ugye? De várjál már! Csak pejvából és fűből tudok. Akkor valamit nagyon benéz. Valami nem sikerült megérteni a keepernek. De, pejvád kukoricából, búzából, árpából és repcéből is készíthet. Tehát ugye nem csak kukoricát tudok én szecskává bedarálni, hanem tudok akár bármit is betudok. De azt hiszem a kukorica éri meg legjobban, szóval wow. Jó, gyerekek, akkor ezt a traktort, ezt induljunk meg vele, nekem úgy futok, mint az ő. Ezekből látszanak, hogy mekkora bőszben vagyok ezek területek, mert oda nézzetek azt meg, hogy vágjam a füvet. Szeme megáll. Oké, mindjárt megcsináljuk, összekapjuk. Meg itt is összeszedem. Ja, ilyen apró dolgokból látszik, hogy mekkora hatalmasak ezek a területek. Be fog férni ez a John Deere abba a bunkersilóba? Abba sem vagyok biztos. Na figyeljetek el, szórjunk bunkersilóba dolgokat. Nézzük meg, hogy áll a vetés. Ránézek. Ó, gyerekeket, ez csodálatos egyébként. Na, ugye milyen jó? Ugye milyen jó csinálja? És szépen le is húzta. Figyeljetek, ezt az egészet lehúzza. Ez nem lesz kicsi ám. Ez nagyon durva lesz. Ez hatalmas ez a föld. És tök jó, meg fogja csinálni. Viszont mi meg akkor közben dolgozgassunk. Egyébként tök jó ez a map. Tetszik ez a map. És hogy ez a hang? Ez a hang, ez meg beteg. Na. Ugye nem nagyon kell rancsodróznom, mivel pont össze tudom szedni. De így tök jó, jaj de jó, nagyon jó, hogy így csinálja a gyerekek. Hogy ugye nincsen szétterítve az egész. Köszönöm szépen, ezt is tőletek tanulhatta meg a keeper. Tök jó. És gépi munkással, hogyha csináltatom, akkor mindenképpen csak az aktuális földön csinálja, látjátok? Mert ugye ott is le tudnám kaszálni, meg ott is, de ott ugye nem csinálja meg. De nem is baj. Na, nagyon gyorsan beordunk a bunkersilóba, próbáljuk meg erre az állattartásra rámenni, mert szeretnék, meg a drogot nagyon szeretném már nekiállni termeszteni. Tényleg a drogot azt hol tudom eladni? Jaj, meg kell nézni, hogy van-e drogeladási pont. Van-e drogeladási pont? Remélem nem kell teríteni az utcákban, érted? Hogy maximum elszívom. Ez a földhöz nincsen hozzáférésem, na nem mondott testvérem. Egyébként azt írtátok, hogy mi a szar? Az nagyon megakadtuk. Írtátok, hogy a forgózsámolyos a törzsuklós traktorok azok nem igazán arra valók, hogy potkocsit vontassunk, úgyhogy azért nem túl jól működik vele. Mert ez konkrétan egy csóri a seggét, ugye amikor jobbra fordulunk, akkor a segge is elkezd jobbra fordulni, és emiatt, főleg az ilyen pótkocsi, a pótkocsi meg inkább balra akarna törekedni, mivel jobbra fordul a pótkocsi eleje. Érted? És egy fordított irányításon működik az egész. Nem is, egyébként ez a kis kaszáló sem olyan pici, szerintem bőven nem fogja látni nekünk ezt a bunkersilót. Viszont úgy akarom ám csinálni, hogy nagyon gyorsan, amikor tudom, már egyből le is fogom zárni, hogy erjedjen, hogy tudjam minél hamarabb beindítani az állattartást. Ez nekem az így nagyon érdekel. Ja, egyébként írtátok azt is, hogy nem muszáj nekem befúvatni a szalmát az állatok alá. Szóval ez eléggé ilyen tévhit nálam.
meg tudom azt máshogy is csinálni, mondjuk hamsterból, vagy valahogy be tudom üríteni. Az érdekes, én azt hittem tényleg csak befúvatni lehet, de gondolom a bálákat kell befúvatni, mivel az ugye tömörítve van, és akkor azt kell így becsapatnod. De hogyha normál szalmád van, akkor azt természetesen nem kell, az viszont tök jó. Jó, nincs semmi gond, gyerekek, szuperül működik minden. Közben az órám meg csippantott. Annyira megszoktam egyébként ezt a lehetőséget, hogy ugye tudom az órámat beállítani arra, hogy csipog egyet minden órába, mivel itt tök jó, mert így, az ember ezt így megszokja. Én azt hittem, hogy ez csak egy ilyen értelmetlen dolog, hogy csippanik egyet az órát, de nem, mert hogyha nagyon megszokod, mondjátok, itt leválunk egy picit, és akkor itt, amit elhagytam, azt összekapom, és akkor beöntjük. Jó, olyan jól néz ki, gyerekek. És olyan nagyon csites dolgokat nem akarok használni. Azért meg látjátok, hogy a kombányból is ugye kivettem azt, hogy ilyen nagyon csites legyen a mérete. Az idő nem megy, ugye? Jó, nehogy menjen véletlenül se. Apuci Pityerész, remélem, hogy jól mondom a nevét, ő mondta, hogy miért nem veszem ki a gyomosodást, mert igazából annak sok értelme nincs. Hát nem tudom egyébként. Legszívesebben egyébként kiverném, de hát már akkor meg megint kiveszek valamit, lehet, hogy már tényleg megbincseltek. Na látod? Például most ugye jobbra akarnám fordítani a traktort, és akkor balra kéne fordulnia magának a pótkocsinak, de a pótkocs is jobbra fordul, mert ilyen nem éppen úgy működik, ahogy kellene. A törzscsuklós gép miatt. Úgyhogy ilyen meg kell erőszakolnom a fizikát. Bár lehet, hogy be is fértünk volna előre is. Ha! De azért legalább be tudott tolatni a keeper, ugye? Na, ezt így most ilyen erőltetve kell kiraknom? Kirakás itt, ugye? Kontrolli. Úgy azt hiszem, hogy 10 vagy 20%-ok kell minimum lennie ahhoz, hogy le tud fedni. Azt nem tudom, mennyi fér bele. Szóval igazából azt majd ki fogja írni. Jó, hát ebben túl sok nem fér. Szóval az a lényeg, hogy egyet beordunk annyit, amennyit bírunk. Vagy pedig az összeset erről a földről, és akkor le is fedem. És akkor érlelődjön, csak érlelődjön. Szuper! Jó van, gyerekek, tök jó vagyunk. Ez különben egy szerintem baromi jó ötlet volt, hogy az állattartás mellére beraktam ezt a földet, egyből van rajt fű, van rajt széna, van rajt szalma. És azt ugye megint el fogom vetni búzával, vagy árpával, és gyűlik közben ez a különböző termények, amiket majd esetleg el tudok adni, vagy hozzá oda tudom adni ugye a tyúkoknak, hogyha tyúkokat fogok tenyészteni, bár itt a tyúkokat nem nagyon fogom szerintem, igazából alsó szegem már annyira kimaxoltuk a tyúkokat, hogy nem hiszem, hogy akarok megint tyúkokat. Meg azért se akarnék tyúkokat, megmondom őszintén, mert nincsen mellékterméke. És a marhák azok sokkal jobbak, mivel ugye termelnek nekünk trágyát. És az a baj, hogy lehet, hogy most meg fogom a szóját azt csinálni, hogy nem fogom letrágyázni műtrágyával, mert nem akarok műtrágyaszórót venni. És akkor az a baj, a permetező mindenképp kell. A permetező mindenképp kell. Mert akkor szelves trágyával, hiktarágyával csapatnám, nem? Értitek, mire gondolok? Már mondjuk annyit nem fog ezt termelni szerintem, hogy azt a nagy földet ellássa. Nem, a trágyát inkább akkor felhasználjuk mondjuk drogtermesztésre, jó? Nyomjuk a drogot, gyerekek, valahol. Ha már Kolumbiában vagyunk, akkor veressük neki a drogot. Megpróbálunk egy egyéveset, no, így. Hát ez tökéletesen megfordulott. Ugye azok madarak már tiporlak veleteket. Egyébként Sanyi mindig meg akarja fogni a madarakat. Nem jön rá, hogy a kutya nem tud repülni. Lol. Na, egyébként ez a kassa, ez baró jó. Imádom ezt a kasszát. Azután a kassa után az a baj, nem lehet semmit akasztani, viszont tök jó lenne, hogyha egy... De lehet akasztani, ezt a kocsit el tudná húzni, egy ilyen kocsit, ugye össze is tudná szedni. És akkor csak annyit kéne, hogy néha leakasztom. Azt hiszem, hogy lehet utána akasztani. Bár lehet, hogy nem, lehet, hogy ezt nem. A izét, azt a csiteset, tudjátok, azt a ruszkit lehet, hogy azért lehetett utána akasztani, mert annak ilyen gyűrűs
volt a csatlakozás pontja, bár lehet, hogy ennek is, de TLT biztos, hogy nincs azon a passzán. Az szerintem 100%. Úgyhogy az nem fog működni. Jó, azt összekapom, amit elhagytam, mert elgondolkoztam. De majd megpróbáljuk legközelebb a kasza után beakasztani egy ilyet. De hát mondjuk annak se sok értelme van, mert el kell vinni oda. Á, nem olyan hatalmas értelme van. Nem olyan túl sok időt nyersz vele. Nézzük meg, hogy van a izé. A vetés. Úristen, gyerekek, annyira jól csinálja. De nézzé. Annyira jól csinálja, és tök jó, hogy így indítottuk meg, mert itt tök frankon nyomja. Á, de jó. Hát ez nem is tudom, mi volt. Mi volt ez? Gyapot? Vagy nem tudom, mi volt? Nem számít. Abszolút nem számít. Ó, gyerekek, hát ezen aztán lesz számcuc. Ide tényleg kell kombájt. Egyébként, ja, a puci pityerész, ő mondott még valamit, ami érdekes volt számomra. Mármint azt, hogy... Nem, ezt nem ő írta. Hogy lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy nem veszek több kombányt, hogy ne az legyen, hogy lótok, futok össze-vissza, hanem inkább legyen egy kombány, közben tudom hordani a cuccot, meg közben tudok más csinálni. És akkor mégis változatosabb, és nem az van, hogy ilyen nagy kapkodás az egész, úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni. Mert akkor a maximum csináljuk a bányán, vagy ilyesmi. Hát ez egyébként pont ide befér, hogyha a Keepernek lenne egy kis tehetsége ahhoz, hogy bejöjjön. Meg legalább töbörítő kise, oda nézzük. Na most rácok, nagyon jó lesz. Mindjárt ide van ez a bulldozer. Ajaj. Nem igen akarja kihúzni. Na. Mindjárt bulldozerre majd töbörítünk. Haha! Hogy örülnek ilyen gyerek, mi? Jó. Nem, hát ez ennyi volt ez a földelm, úgyhogy nem egy olyan hatalmas. Egy ilyen izét silót bőven megtölt, néha ezt így megtöltögetjük, azt akkor lesz belőle egy kis pluszunk. Nem tudom egyébként, minek álljak negyen a mapon, mert egy csomó mindent lehetne csinálni, lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy érdemes lenne beordani. Hú, lehet azt mondtátok, hogy csővezetéket modotra berakni, és akkor nem kellene folyamatosan vizet szállítanom, de valóságban is csővezetéket csinálnak, és nem tartálykocsival hordanak, mit tudom, 10 méterre odébb vizet, hanem akkor csináljam azt, hogy csővel. Ami nem lenne hülyeség, nem tudom, hogy működik, majd utána nézek. És akkor csak például a szóit kéne behordanom, ugye a dörtöt, vagy nem tudom, minek nevedik, azt kellene behordanom az aranybányába, és amikor pörgetek időt, akkor mindig folyamatosan termelődne az arany, és az nekem tök jó lenne, de ugye, mit tudom, aratáskor előtt, amikor időt pörgetek, így folyamatosan arany termelődne, és akkor egyszer gondolok egyet, akkor meg fognám, aztán eladnám. De ugye ahhoz kellene betermelnem egy csomó ilyen soilt, vagy mi a túrót. Igen, oda viszont szerintem azt fogom csinálni, hogy a bányába ott van az a nagy kamion, eladjuk azt a dömpert, tudjátok, több pici, és akkor veszünk egy böszmen egy nyergest, egy szemitrélert a kamionnak. Meg akkor a vízfordó trélert azt elvisszük onnan, mert akkor arra nem lesz szükség. Akkor megpróbáljuk ezt a, nem tudom, hogy működni fog-e. Azt mondtátok, hogy lehet ilyen vízvezeték, vagy ilyen csővezetékeket kiépíteni, van ilyen mód. Úgy valami hasonlóan működhet, gondolom, mint a szállítószalag. Minden esetre ki fogom próbálni, nagyon érdekel. És akkor a kamionnal hordanánk inkább a cuccot. Tudjátok, mivel lehetne? Jó, ez átrakókocsival, 200 tonnás. Csak nem hiszem, hogy főhúzná a kamion, de megpróbálhat meg. Na, majd mindjárt megnézzük, jó gyerekek? Új, egy csomó mindent szeretnék csinálni, mi? Várjatok, ránézek dolgokra addig. Ó, figyeljétek! Eddig még csak körülbelül az egy harmadát vetett el a Big Bad a legnagyobb vetővel. Hát ez kb. Az egy harmad, mi?
És egy gyönyörűen le fogja húzni az egészet, és akkor már nem lejje, milyen össze-vissza szírű lesz, hanem már ott a legvégén ott a módok bajok, látod? Szerintem ott nem mer kivenni rendesen, mivel ott ugye leesne. Ott van egy ilyen szakadék, vagy valami ilyesmi miatt. Nem az, hogy nem mer, hanem blokkolja az a bánya rész, mert ott igazából ilyen bánya van. Jaj, de jó, szépen össze lehet ezzel szedni így. Itt semmi értelme nincs sodrózni se. Tök jó. Viszont azon gondolkozok, hogyha... Ugye, hogyha szénát akarok majd csinálni, akkor viszont ugye itt szét kell terítetnem. És akkor úgy kell megforgatnom, ugye? Szénaforgatóval. Ott már biztos úgy működik. És utána kell mindenképp sodróznom. Szénához kell sodrózni. Azt tudti, gyerekek. Figyeljetek, ezt lehet, hogy meg kéne csinálnom itt a izét. Vagy egyébként ez a John Deere, ez egy nagyon jó választás. Na, ezt meg próbáljuk már ki, ha ma egyszer itt van, löködjük el vele. Hogy ez tök kicsi, ez tök jó ez a gép ide. Én ezt bírom, ezt élvezem. Nem kölenné nagyobb be. Hát ez tök kajak, nem? Figyelj, ez így fel tudod venni, azt be tudod löntözgetni, ha akarod. Ez tök kajak. Ez nagyon élem. Hát ne viccelj, hát ennél kell jobb, oda nézzél. Csak fölned üljek vele, hallod. Úgy. Kicsit beljebb pakolom. De tetejét leszedem, vagy nem tudom mit itt. Elcsesztem egy picit. Hogy őszinte legyek. Hát igen, a kanala az nem nagy. 3000 literes. Ide az a nagy bányagép kéne, az egészet fölvednék kb. Majdnem. Nem jó, erre öntöttem. Lehet, hogy inkább nem azt csinálom, hogy elkezdem egy kicsit tiporgatni. Fele. Aztán akkor alakul. Ezt a puktyát letiporjuk, gyerekek. Nézzük meg az F1-nél, hogy mennyire van. Tömörítés 19%. Jó van. Csak azért akarom itt ezt letiporni a puktyát. Mert akkor könnyebben be tudnék jönni a John Deere-rel is. Kicsit így elegyenesedne, tudjátok. De egyébként szépen töveríti. Mármint ilyen még a lánclapnak a helye is megmarad meg benne. Na jó van. Jövök a John Deere-re, behozom. Milyen hangja van? Ez a röfögő hangot, ezt halljátok? Utánozhatatlan, nem tudom, ezt a hangot még soha nem hallottam farmingba. És ahhoz, hogy... Egyébként ezzel mondjuk lehet, hogy jobban tömörítenék, hallod? Hú, de só. Ezzel kell itt tömöríteni, nem azzal. Hát csak itt ezt nem fogom tudni áthúzni. Gyerekek. Nyilgázom, megpróbáljuk. Itt a Big Butt kéne, mi? Csak ez meg aztán tényleg nem férne be. Gyerekek, ez nem nagyon akar. Elég hülyén csináltam, meg lehet, hogy azt kéne, hogy betolok, hogy mi legyen a gyerekek. Na. Az. Na. Felárom és ide középre akarok még. Balugva. Hát jó cifrán raktam, gyerekek. Jó cifra lett. Hát azt, amire elgyengetem, milyen hegyet csináltam oda. Azt a betyárul istenit, hallok. Gyerekek. Lehet, hogy a John Deere-re fogom tömöríteni. Azt a... Mi vehetél oda, gyerek? Ezt még magamat is megleptem, hogy mi sikerült oda. Ilyen homokvárat oda küldtem. Jaj, te fiú, jó van, nem baj, jó lesz. Figyeljetek, beordom ezt a maradékot, megtiprom, aztán utána lefedjük, jó? Azt közben meg dolgozunk mást is. Igen, igen. A szóit be kéne hordani egyébként az aranybányába, az lenne jó. Na várjatok, milyen helyzet van itt? Mi? Ja, bocsánat. Pillanat. Kombány. Hülye gyerek, itt hagyta a kombányt.
Így nem igen fogunk dolgozni. Megnézzük, hogy mert... Jó, itt már biztos nem zavar senkit, ugye? Oké, ja, bocsánatot kérek. Jó, mindegy, csinálja tovább. Köszönj el... Jaj, ne! De jó, oké. Azt hittem, hogy nem szedi. Miért írtak ki, hogy indítsa vele a motort, ha egyszer el volt indítva, érdekes volt. Nem indítottam el, hanem csak nyomtam a gázt, aztán már jöttünk. Nem tudom, mi volt ez. Nem tudom, mi volt ez, de jó, most már működünk. Meg össze kell szedni a szalmát, és ezt be kell rakni ugye a keverőbe. Meg akkor még egy adagot kéne csinálni, szénát, azt is be kéne rakni a keverőbe. De akkor azt úgy csináljuk ugye, hogy akkor szétcsapatom, aztán rendcsodróval meg szénát csinálunk belőle, mert írta valaki egyébként, hogy jó az a fű is bele, de úgy jó, hogy betárolni szerintem, de széna lesz. De várjátok, mindjárt kiderül, mert meg tudod nézni itt, hogy ugye 100 000, vagy 500 000 liter, hát 500 000 liter ilyet tudsz, 500 000 liter ilyet, 500 000 liter ilyet, fű. Ez mi? És ebbe belekeveredtem. Hát ez a... Szalmat már nem hordtam oda be? Szalmat. Ez mi a szal? Ez a izé, ugye szilázs. Ez meg a... Ez a szalma és ez a széna lesz. Hát ott fűnek nincsen tároló kapacitása, tehát abban a keverőben nem tudsz füvet rakni, azt én csesztem el, mert magyarosítottam a feliratokat rajta, és nem szalmát írtam, vagy nem szénát írtam, hanem füvet írtam a széna helyett, és azért nem izé van rajt, nem széna felirat. De oda széna kell, szilázs és szalma, abból lesz ugye a TTK. Ezzel meg odébb kéne járni, gyerekek. Itt még ugye tudnék írni hozzá, de nem akarok. Ki ez itt jó helyen lesz, gyerekek. Várjátok, álljunk valami normális helyekre, mert össze-vissza lesz minden, akkor azzal nem nagyon egyezünk ki. Legyen ez a plac. A mi kis hazánk. Tudjátok, mit lenne érdemes még csinálni? Vízelt, mert azt ugye el is tudod használni. Meg még ráadásul el is tudjuk adni. Úgyhogy vannak itt jó dolgok. Ja, egy kamiont kell, egy buszmen, hogy minél nagyobb kamiont kellene venni, mert akkor azzal ugye tudnánk hordani mindent. Kell egy nagy kamion. Egy rohadt nagy, egy nyerges. Azzal ugye van csak egy félpótkocsi, kell egy univerzális félpótkocsi. Az mindenképp kell, előbb-utóbb mindenképp kell eladni dolgokat. Az a kamion meg rohadt gyors, nem is tudom mennyi, 150-ben vagy mennyivel megy, tudjátok, ami fel van a bányára. Azzal így el lehet vinkódni azért. Tartálykocsit megtartjuk, de viszont kell neki egy fél pótkocsi az is. Na, ezt viszont csináljuk meg, annyi mindent kellene csinálni. Rajt. Nem szeretem ezt, hogy ennyi mindent kéne csinálni, és mindig így belelovalom magam mindenbe, és rájövök, hogy úristen, mennyi minden kellene még. Gyerekek, izéről kezdtük. Nem tudom kihangsúlyozni eléggé. Lapáttal raktuk a krumplit meg izébe, vödörre, bazd. Azt itt vagyunk izébe, Kolumbiába, gyerekek, a legnagyobb gépekkel dolgozunk már, és minden egyes rohadt euróért megküzdöttünk, megdolgoztunk. Oké, hogy most itt a gazdaság nem tűnik olyan nagynak, de higgyetek el, jön itt a pénz majd. Hát itt ez hogy kéne megoldani? Megint nem tudok bebújni, úgyhogy ide be kéne tolatnom, srácok, mert úgy látom, hogy ez nem az a projekt, hogy én oda be tudjak oda bújni. Nem valószínű, hogy átmenne rajta, azt akartam mondani. Jó, föl gengalok rá, hogy... Úgy néz, tehát többen úgyse fog belekerülni.
Ezt lehet, hogy egyébként neki alok taposni ezzel. Nem tudom, mennyire volt értelme meg bennem. Azt a gépet lehet, hogy eladjuk, majd lehet, hogy selejtezés lesz egy-két dologgal. Nem sok értelmét látom. Na jó, ezzel ugye még össze kell szednünk még a szalmát, bár az annyira most nem fontos, hanem ez volt a fontos. Itt meg nekiállok egy kicsit tiporni, megnézzük közben a... gyerekek, nagyon jó. Itt ez visszafordul, az a lényeg, ez jó lenne, ha visszafordul, de vissza fog fordulni, úgy látom. Ahogy nagyon király gyerekek, nagyon királyok vagyunk. Látjátok, ezt is be tudnám szántani. Na hát itt azért lesz. Figyeld, 8-as, 7-es, 5-ös, aztán már nincsen semmi, egybe van minden. Itten végig ledarálja. Tök jó, mert innen kezded, akkor így végig darálja az egészet, és nem is kell odébb rakni. Azért ez barátibb ez a map, mármint ilyen szempontból mindenképpen. Ugye, srácok? Nem annyira vad. Nos, srácok, itt meg akkor kéne tiporni egyet. Közben ezt most bekapcsolom, hogy lássam a tömörítési százalékot. Hát igen. De attól félek, ezzel itt bennmaradok, akkor vége lesz a bulinak. Hát az a kupac, az sikerült azért megoldanom, nem? Gyerek itt. Ezt a nagy kupócot. Szép lett, ez lett az első ilyen bunkersilom. Hát ez gyönyörűséges lett, gyerekek. Ezért a Bari Uárát is majd így fogom tiporni szerintem, lesz egy csavó. Hát ezt azért sikerült egy gyönyörűségesre megoldanom. Tényleg, le a kalappa, gratulálok. Ugye? Egyébként 212 000 lett tartalma, beltartalom. Ezt muszáj egy kicsit tiporni, mert van baj, van baj. Há, mit műveltem én ide? Tetejét el kéne dobni ilyen valami nagyobb homlokrakodóssal, vagy valamivel jó lenne, de hát ez van, gyerekek. És nincsen rá pénz, az a kis kanalas meg igazából sokra nem megyek. Ez fel 6%-ra van taposva. Tömörítünk el erre. 58. Ezek egyébként mindegy, hogy mivel tiprod, vagy nem tudom, van valami speciális dolog, amivel esetleg gyorsabban mennek. Nem tudom, hogy mennyire hatékony. Mennyire vagyunk hatékonyak. Nem tűnik úgy, hogy a láztalpas egy jobban működött volna. Meg hogy hol megyek rajta, az mindegy. Mármint, hogy most úgy itt megyek leföl, az nekem az ugyanannyit ad. 64%, 65%, 66%, 67%. Jó, hát ez muszáj. És mi, lefedem akkor lesznek rajta ilyen autógumik, ahogy a magyar valóságban? Lefedem, alatt behagyom a John Deere-t, azt is beizeljük. Besilózzuk. Hát 71%-on vagyunk, hogy mi jók vagyunk, nem gyerekek. Na, mozdulj meg, 72. Egyébként ennek a gyártását ezt jól elnéztem, ugye arról beszéltem, hogy a 90-es éve, vagy nem, 90-es évek vége, meg a 2000-es évek eleje. Ez a John Deere, ez jóval előbbi, ez ilyen 80-as, 90-es évekből való, és örülök neki, hogy ilyen gépet találtuk. Na, már 77%, jaj, de jó, ekőd. Már betiporhatná, már valami lehetne. Ezt a csúcsot megpróbáltam, de nem annyira jött össze, 81% van. Hát ugye ezt egy szépen öntöttem volna le. Legközelebb jobban figyelünk rá, nem egy helyre kupacoljuk. Akkor ugye mennyivel könnyebben tiportam volna. Akkor nem kellene itt ilyen hegyeket járnom. Hanem csak ilyen szép, sima, egyenes lett volna. Na, ma 87. 88. Jaj, de jó, le tudom födni már mindjárt. 100%-ig le kell tömörítenem egyébként, gondolom.
Vaj, ránézek. Aha, mert nem nincs is semmilyen opció. 100%-ig letöbörítjük természetesen. Hát ide kellene valami nagyobb homlokrakodó, mert ezzel vértizzadunk gyerekek ezzel a izével. Azzal a picivel, úgyhogy ez szerintem megy a házta el, jó? Az, barátkozzatok meg ezzel a gondolattal. Na jó, 100%. Kimegyek. Aztán lefedjük. Na. Ó, hát csodálatos gyerekek. Hát lefedte ezt. Jó, elrejesztés, szilás, 1%. Oké. Nagyon jók vagyunk. Lesz kaja, úgy látom, az állatoknak. Itt maradt egy kis szecska. Nem baj, nem számít. Amit kellene, ezt a gépet, ezt mindenképpen visszaugratom, jó? És mindjárt átnézzük. Várjátok, hogy áll a izai. Ó, de oda nézzetek. Milyen jó leve, Tibi. Nagyon jók ezek a földek. Ott mondjuk lehet a pálmafával lesz baj, látod? Ott a pici pálmafával, az a biztos, hogy lesz baj. Meg lehet a nagyokkal is. Ott azt várjál már, ott valamit kellene csinálnom. Van láncfűrész? Nincs láncfűrészem? Atya, Isten, hallod? De legalább most már nem a izét fogom megvenni, mi az 20 fárlát. Láncfűrészek hol lesz farba vannak? Hallod, nem szoktam én itt vásárolni olyan. Elég ritkán vásárol láncfűrész az emberek. Viszket az ujjaim között, az mit jelent gyerekek? Ha együnk stílt, ne őrítsél meg. 1000 euró, jaj. Ja, bocsánatot kérek, mindjárt kicsit itt rendet teszek, mert úgy látom, hogy ez nekem nem a legjobb lesz, hogy ez itt van. Ezt a pár fát itt ezt ki fogom vágni. Hát oda remélem a szakadékban nem fog lezúgni a csávó. Talán nem. Egyébként ezek a pálmafák, ezek mit adnak? Mennyi pénz jön belőlük? Nem írja ki ez a modocska? 21 méter gyerekek. Poplár. Poplár fa annak van írva, poplár baza. Itt vannak, mik ezek a tujják itt? Ezek ilyen dekorációk csak? Hát rendesen meg lehet akadni bennük. Gyerekek, itt is ilyen föld alatti pálmákat raktak le az emberkék, oda nézze. Itt is ez ráhatással volt a magyar mapkészítők erre a mapra, úgy látom. Beszivárogtak. FSH moringos srácok ide is beszivárogtak. Jó, oké. Örülünk. Boldogság van, öröm boldottá. Itt is ránézek, hogy itt ezen a szélen nincsen, itt nincsen semmi olyan. Ó, gyerekek, ezt nagyon szépen leveti az egész. Oda nézzetek, mekkora hatalmas föld, mi? Jézus úristen, ez nagyon durva. 23-as még így hozzácsapná az ember egy kicsit. Ez már mindjárt boldogság lenne, nem? Figyeljetek, 23-as hozzácsapnád, meg a izét, meg itt ezt a részt így. Megalománia, megalománia, meg ott azt is, meg itt mindent. Jaj, gyerekek, én itt csinálok egy akkora földet, hogy beszarok. Na, jó, nem szarok be. Na, ezt akkor visszaállítás, ezt eladjuk. Ez egy nem jó megoldás volt, gyerekek, ezt. Ez nem lesz jó itt. Ide kell mindenképpen egy csoda dolog. Itt van nekünk valahol. Jó, ez nem kell. Ez, mi ez? Nyomunk egy visszaállítás rajt. Ennek kell egy nagy trailer. Hol van a dömperünk? Volt nekünk egy dömperünk, az is itt van, azt eladjuk, mert szarra való volt, ugye? Szarra való volt. Keeper azért nem kis pályadik, hanem szarra való volt, eladjuk. A kamion viszont baró jó, csak annak kellene egy szemitréle. Ez meg nem rossz, de hát ez, nem tudom, ez ilyen kis funolni jó, vagy nem tudom. Másra nagyon nem. Szép, gyönyörű egyébként, nagyon szép, szinte így érzett, hogy nem tudom, ilyen 2000, vagy ilyen FS22-es szintű grafika. Tudja ezek. 51 ezer, jó, hát legalább lesz egy kis pénzünk, mi? Eladjuk ezt is, abban veszünk időt. Meg ugye,
Egy szemitrailert veszel, az egy csomó mindenre használható. Ez. Jó, ez is, de... És mi ez? Ez teherautónak kicsi... Mi a szarnak? Ez mire jó, érted? 30 000 literes, semmire való. Semmire való ing. Ó, 158 000-be került, hát még jó, hogy lehet kapni a semmire való szart. Tényleg. Na nézzük a pótkocsikat, arról beszélünk. De egyébként néztem én, vagy várjál, hol vannak azok az átrakó kocsik? Egyszerűen nem, itt van áttöltő kocsi. Az a baj, hogy ez ugye tud például izért, látod, mindent is, de ezek nem. A pirosat mondtátok, hogy az nem jó. De viszont ez, azért a 247 000 literjével, azért ezzel el lehetne vinkódni, nem? Ezt így el tudnám élni. 247 000? Tervezés. Várja ma! Ébresztett a telefonom, a hülye. Ja, hogy milyen néző, milyen csatolóba akarod. Kerékbeállítás. Ja, ez egy baráti. Hát ez a 2 millió literes, azt mondta. Nem is, de hát ez egy ilyen full cheat is, ennek sem értelme, nem látom. Ja, csak ezek nem jók. Mert ugye látod, hogy nem tudja ezt a multi akármit, nem tud betölteni. Meg igazából nem is, nem, mindenképp egy izét akarok. Na nézzük, mi a legnagyobb? Van egy 60 ezer literes ilyen tandempót, ez tök érdekes, ilyen kettő van összefogva, és ugye úgy fordul, mint a vonat. Van egy 70 ezer literesünk, 22 ezer, 45 ezer, 40 ezer liter, ez is roppant érdekes egyébként, tök jó. Szerintem tök szép, meg minden. 65 ezer, 48 ezer, 16... A 70 ezer literes ez. Ez a legnagyobb, ez a szín, ez tök jól néz ki rajt szerintem. Kerék márka az tök mindegy. Kerékbeállítás, jó tervezés. Ez nem tudom mi a long akármi. Konvoj. Ja, felirat lesz rajt. Oversize. Jó lesz ez. Szerintem ez a szín kombináció például tök jó is. Mennyibe kerül, ne is nézzük. Van 70 ezer gyerekek, még nyerőben is vagyunk. Jó nagy. És ezzel azért el lehet küzdeni. Na, ezért ez aranyos, nem? És tök illik ez a kamionhoz. Úristen, milyen széles izék vannak. Abroncsok rajt, nem? Na most nem azért, de ez dögös. És ez hol ürít? Várjál, nem egy utolsó szempont nekem. Szerintem ez hátul fog üríteni, nem? Nincs elik a tetejéz aljába, ugye? A gyerekek besülődik. Nincs elik az aljába, ez hátra fel fog üríteni. De mondjuk, nem tudom, várjál? Hát, nem tudom kipróbálni. Na, akkor, mi az, amit kellene csinálnom? Nézzük meg, hogy van az a vetésünk. Mindjárt végzünk. Igen, és ott nem is csinálta végig, látjátok? Mert ott ugye leesne. Hát az nem baj, majd azt elbúzza a képet. Akkor... Hát amit tudnék csinálni, mindjárt valamit megnézek még. Így pörgetés nélkül mennyire gyorsan megy ez. 1% időpörgetés az nagyon kell hozzá. Gondolkodok. Gondolkodok, hogy mit kellene csinálnom. Hát igen, a bányászat. Lehet, hogy arra kellene rámenni leginkább. Nem? Még valami kell... Igen, majd a vízvezetékrendszer az érdekel engem. Elmegyünk gyorsan. Megnézzük, hogy ezt föl tudja húzni megragva. Megrakjuk kűjjel, föl tudja húzni. Viszont az, hogy ez egy ilyen kiló 50-re tudsz ezzel gangolni, azért az egy baráti dolog. Gyerekek. És nem az, hogy csúszkál össze-vissza, hanem tök jó. Megy, mint a vonat. Tök az. Na, mit csinál itt a ideje? Hello, haver! Nyomjad neki, tesó, nyomjad neki! Jó. El van verve már az egész majdnem. Jaj, gyerekek. De figyeljétek, 135 a vége, az van kiírva. 143-ban repesztünk, öcsém. Na, ezzel azért lehet. Júj! Júj!
Jó van, oké. Jó van, na. Elragadták a... Szétfutott a ménes, inkább mondjuk, hogy... Na, hozzunk be akkor Soilt. Megnézzük, hogy hát, talán hátrafele billent. Egyébként legszívesebben azt csinálnám, hogy egy ilyen futószalagrendszert készítenék. Na, hát lehet, hogy ez hülyeség. Meg ugye a melléktermektől is meg kell szabadulni, szóval az is egy elég kellemetlen dolog lesz. Nem tudom, hogy ez hogy fog működni az egész, hogy tudom-e működtetni. Először is csináljuk azt. Figyeljetek, de viszont álljál meg. Egy futószalaga sokkal értelmesebben tudnád berakni a gépbe ezt a szart. Most én itt lapátolgatom azzal a böszme bányagéppel. Akkor ennyi erővel egy futószalaggal odállnék, és akkor csak föl belenyomná, nem? Vagy gyerekek, ezt ki kell próbálni. Hát mennyivel jobb lenne, nem? Fölrakni a futószalagot a tetejére ennek a cuccnak, és akkor így így folyamatosan folyna bele. Hát ez nem lenne jobb? Gyerekek. Ez már egy hatalmas megoldás lenne, mert baromi sokáig tart lapátolni. Gyerekek, hozzunk egy futószalagot már. Várjátok, nézzük egy futószalagot egyelőre. Azt tudom, hol van, mert azt is tudod, mikor használtam utoljára? Ez hol van? Az egyébnél van? Vagy hol az? Bánatos. Akármivel. Az külön van? Külön opció? Mint a külön lenne. De hol? Várja. Jó, szag! Cukornad! Nem itt lesz, bazzak. Egy odébb. De ugye abban van olyan, amiben bele tudsz ülni is. Na, öcsém, ezt amire megtalálod, arra lemegy a nap keeper, papa. Megőrülsz. Futószalag rendszerek, tessék. Na, így van. És van itt ilyen böszmen a... Ne várjál? Van olyan, amelyikbe be tudsz ülni, az érdekel engem. Pótkocsit megragadása. Egyébként ilyet szilást is sokkal egyszerűbb lenne. Nem? Hát miért kell rakosgatni? Oda az, hogy pótkocsi van, azt a kész. Ez ilyen jó hosszú, ez meg... És valamelyik valamihez kapcsolódik, van olyan is. Jó, van, az nem érdekes. Figyeljetek, veszünk egy ilyet, ezt megnézzük, jó? Hogy milyen magasra tudja emelni egyáltalán. Mert ha nem elég magasra, akkor az is például egy kicsit problémás tud lenni nekem a képernek. Na, menjünk a boltba. Igen, és ebbe bele lehet ülni. Ez a lényeg. És ugye ezt megnézzük, milyen magasra tudod emelni. Gyerekek. Na hál' Isten, most ez fogalmam sincs. De hát elég, biztos, hogy elég. Várj, ez olyan, hogy ezt etetni kell valamivel. Ez külön kell, ez elég érdekesek ám ezek a futószalagrendszerek. Valamelyiket le tudod rakni, és valamelyiket, ezt például azt hiszem, hogy ezt 17 tudod. Na öcsém, szívem eladjuk, bazza. Bele van keveredve a keeper. Ebben biztos, ebben szerintem nem lehet beleülni. De bele lehet, bazza. Ez hogyan működik? Gyerekek, mindjárt idejön. Kirepülünk a világba szerintem, lassan. Ha, ez ilyen teleszkópos, csuda dolog. Teleszkópos, csuda dolog, nézzük meg egyébként az irányítás. Falnak megyünk szerintem. Ez nagyon jó, ezt így tudod így húzingálni kifelé. Aha, ezért meg tudod dönteni. Na, gyerekek, itt aztán komoly dolgok folynak. Ja, ez ja, ebben nem bonyolódunk bele, mi? Aha. A szemünk kifolyik, amire ez valami lesz ebből. Ez nagyon-nagyon tré. A creeper a tré, tudom. Hülye a creeper. Na, hát ez. Az a Grimm. Ez a Grimm mesék. Na, mindjárt rájön a keeper, nem költek kiröhögni egybű. Ez csodálatos. Ezt gondolom onnan tudod. Így, oda, itt van a tálcája, innen folik.
Ide be tudod csapatni, és akkor ott meg kidobatja. Aha, ez így van. Jaj, de jó. Jaj, de nagyon jó, gyerekek. Hát ez csoda. Ez meg ugye tudod fordítani. Hát ez... Nem is fölemelni. Hát ez, tudsz itt ez a mindent. Ez egy csodálatos dolog. De a keyboardnak egy kicsit erős. Na, várjál. Ó, ezt ki tudod tolni még? Azt a betyáró istenét. Na, figyeljetek, lehet, hogy ezzel elboldogulnék. Ez tetszik nekem, ez nyerő. Csak ez valamivel el kellene vontatni, vagy mit, elmegyünk a izé. Ideugratjuk a... Van nekünk egy ilyen... Autónk. Hol van? De hol van az autónk egyébként? Verda? Verda, Veris Verda? Azt hiszem, hogy valahol itt. Ez, talán van egy vonóról, azt el tudok vontatni ezt a csodát. Na! Hol van egy Verda? Veris Verda? Ó, van, hát ezzel figyeld! Ezzel 200-zal vigyel. 28-a tud menni ez a gép? Ne örgítsél meg! A barátocskám. Azon gondolkodok, hogy egyébként, hogy ehhez nem kell a futószalaghoz egy ilyen... Ilyen... Túl bonyolítom, mint túl gondolom. Egy ilyen kezdő egység. Ez ilyen... Ez érdekes. Nem hiszem. Jó, gyerekek! Próba szerencse! Egyébként futószalagoztam én régen, de nagyon régen. Mármint így farming szimulátorban. Szóval azért nem nagyon tudom már. Eho. Hát az gyerekek, ezzel nem kell izélni. Nem kell arra csatlakozni, úgy látom. Ez valami speciális, ez valami, szerintem az, hogy össze tudsz többet csatlakoztatni, nem? Aha, akkor ez nem... Akkor ezt mi izéve tudom-e vinni? És vagy gyalogszerrel, elmegyek vele, 300 évig tart. Aha, ja várj, ez valami úgy van, hogy össze tudod őket akasztani. Ezt a pecket be tudod akasztani, aztán ebbe a pecekbe. És akkor ezek így összeakadnak. Na, de jó, nekem. Viszont ezt utána tudnám lógatni annak a Verdának. De ez pont nekem nem kell. Ezt viszont nem tudom utána lógatni. Traktorral lehet, hogy menne, de most... Ó, te Isten, gyerekek, na... Jó, rájövünk-e? Higgyétek el, megnézem a kamiont. Figyeljetek, ha más nem van, akkor fölcsüljük izére. Trailerre, az lesz a... Megnézem, a kamionon van-e valami mondtatáspont. Hát ezen minden is van. Azt a betyáró istenit. Ez aztán van csatlakozó. De szerintem ez nem fogja tudni, úgyhogy... Azt kell csinálni, gyerekek, mindjárt... Rájöttem már, megoldom! Nincsen itt semmi gond. Ne megyünk a trailerrel. Ezt vissza, elvisszük azzal. Kicsit túl van bonyolítva már. De figyeljetek, hosszú távon tudti, hogy jobb lesz. Higgyetek el nekem mindent. Oda nézzé. Na, akkor ez, mi a szituáció itt? Nézzük, mik vannak itt. Ja, oké, akkor föl kéne járni. Ezzel a csodabogárral. Hogy hol ülök benne, azt te kérdezd meg. Légy szíves. Ne akar tudni. Mert szomorú lesz a válasz. Érzem a szádmal száraz. Na. Belefeküdtem, mint a Forma 1-es kocsiba, gyerekek. Be vagyok feküdve. Na, ide most kicsit följebb emelem a farát. A bolygókerékkel nem tudom, hogy kell fordulni, de jó van. Ezt így följárok. Ugye, hát ez így van kitalálva, de a keepernek nem volt annyi esze. Hát persze, hogy aznak meg ott kell lennie a másik idejének, talicskának. Jól van, egy kicsit elhülyéskedem, de hát gyerekek, a varítási van itt. Ezt meg eladom a francba, hallod? Ezt a nagy pauznát. Dióverő-e? ezzel egy élmény fordulni, most komolyan mondom, mert ez nem is számítottam másra. Oda nézzé, ilyen bevásárlókocsi kerekeken fordulunk. És ezt komolyan mondom, valahol bebújtam. A lelkem. Most remélem minden melladja, mert ha nem, akkor izajét kapok. Megőrülök. Á, de jó, eloda. 16 ezer. Zsákba beleugrott 16 ezer. Itt meg a fögő járnám ezzel a csodával. Nem a kamionnal. Nem ezzel a csodagéppel. Gyerekek, ez olyan széles, hallod? Hogy nem fér el a taligán. Jó, ez eddig bírta szerintem. Megfenek lettünk. Jó, van, majd a kamion az megadjusztálja. Fölök rá. Jó van, hát ez... Vannak problémák, de kiküszöböljük.
meg olyan cső, izék olyan csövei vannak, kijönne belőle egy Matiz darabjából. Egyszerű. Jó van. Ugye rá kell adjusztálnom egy kicsit ezt a szállítószalagot erre a gépre. Úgyhogy ez ilyen szolidan így föltoljuk rá. Hát... szomorú dolgok vannak, itt látom. Figyeljé! Most vesztett el a keeper a fejét. Szépen fölhelyezem. Így. Aztán nem, nincsen bánatos korás itt, jó? Úgy. Hát ez igen, ez nem éppen kompatibilis ezzel az eszközzel. Lehonyatlott, elfáradt. Jól van, így jó nekünk. Viszük! De most komolyan ezt valaki hogy viszi el? A pontból B pont. Mondjuk lehet, hogy tényleg traktorral el lehetett volna. De nem lehetett volna traktorra. Mert ugye ez nem olyan... Ott ezen vonószem van a traktorom, meg a traktorom van a vonószem. Tehát ez nem kompatibilis traktorral. Mindegy, az a lényeg már rajtunk van. Menjünk marha gyorsan. Remélem, hogy működni fog, és akkor nem kell, akkor ezt a bányagépet ezt el tudnám hozni, és az jó lenne nekünk, esetleg a farmon. De hát akkor a farmon is érdemesebb. Nehessél le, testvérem! Hallod? Maradjál már szépen ülve, tesó! De fölteszem, mert berakom a kettő közé. Oh! Már nagyon jó hely lesz. Na onnan essél le, testvérem! Igen, hát egy kicsit ilyen, vannak ilyen problémák, de hát ez van. Ezt meg kell oldani. Ja, de most képzeljétek el, most hogy tudod ezt elszállítani, hogyha ez nem nagyon értem. Jó, ha izai a... aha. A BigBot szerintem meg behanyatlott ott az árokba. Megunta a projektet, de hát elég jól levetette, a legvégét nem csinálta meg, ugye? Jó, meg itt egy kicsit, ja, elhagyott egy-két dolgot, de azért nem olyan rossz. Közben eljön a siló majd. A Big Buddal megcsináljuk a maradékot. Ami nem nagyon sikerült, ugye? Figyeljetek, leviszem a ezt oda le. Nem fogok vele leket cselni. Megőrülünk. Látok, ennek ki akartam próbálni, oda nézzetek. Ja, hiszen már kipróbáltam a villogóját. Komplett fényhíd van rajtunk. Ezt a fát meg kiütette ide. A szeme álljon meg. És akkor abban gondolkodom, hogy fölteszem a tetejére. Valahogy. Van még, meg van. Ezt akkor instant tele tudja csettíteni. Csodálatos. Pout kocsit. Ahogy gyerekek, megérkezett a rakomány. Na. És ez egy kicsit ilyen... érdekes volt. Tudom. Hát ez fasz. Hát ez fasz. Na várja. Okosba, jó? Ide fölhelyezzük. Így. Na, micsoda ötlet. Remélem, hogy működni fog. Oké. Okay. De várjál, hogy kerül bele oda? Érted? Úgyhogy lehet, hogy azt a kicsit is ide kell hoznom hozzá. De az abba ide, ebbe a tálcába, hogy kerül bele? Sehogy, bazza. Kell a kicsi is. Hú, de jó. Ennek aztán tudunk örülni, mi? Ez tök jó. De várjál, a kicsit azt lehet, hogy csak valami kell hozzá, hogy működtes, nem? Nem tudom. Most ez kicsit be vagyok állva, vagy nem tudom, hogy mondják. Munkaerő felvétele erre? Aztán mi történik akkor? Ne már! Fölvettem a munkaerőt, elkezdett valahol menni, de inkább lehet, hogy nem jó az. Működési szög megváltoztatása 50% Z-vel. 10%, 15%, 20%, 25%. Ezt nem nagyon értem. Szerintem miket lehet csinálni? Öv becsukása. X. Öv kinyitása. X. Hogy kell bekapcsolnom ezt a dolgot?
Ez nem nagyon akar elindulni, az a gond, gyerekek. Van egy ilyen... Kirakás itt, kontrolli. Ürítés leállítása. Van egy olyan sanda gyanúm egyébként, hogy ebbe ha nem kerül bele semmi, akkor az úgy nem lesz jó nekem. Érted, mit mondok? Ebbe a valamibe kellene belekerülnie. Csak ezt most hogy tudom kipróbálni, érted? Ezt egyféleképpen tudnám kipróbálni, esetleg, hogyha ezzel föl tudom magam tornászni oda, amire elég kicsi esélyt látok. Azt fölrakom, de... Ugye akkor kiderülne, de... Ez egy eléggé necces. Nem emlékszem rá. Csináltam én már bonyolult ilyen rendszert, de nem emlékszem rá, sajnos látszik, ez a baj. Fölmegy ő? Na, oda nézzé testvérem, a végén még fölment. Hozok bele, jó? Azt megnézzük, hogy ez így működik-e. Innen jó messziről. Jó, ennyi elég bővebb. Ide feneklek, akkor még megőrülök. Na figyeld! Nézzük okosan, hogy mi történik. Ez a művelet nem hajtható végre. Jöjjön. Na! Büszi! Oda nézzél! Ott Büszi! Hé, bazze! Mellé! Jó ez! Csak mellé megy, e? Nem rossz a projekt. Nem baj, hogyha oda kerül az. Fürödjünk meg! Kosz, potyog ránk a kosz. Jó! Eddig jó! Csak az a gond, hogy ezt valahogy bele kellene tuszikolni oda, érted? Nem tudom, hogy hogy lehetne úgy, hogy egyből fölszedni. Nagyon gondolkodok rajta. Tök jó lenne megoldani, nem? Hogy... És ez most miért állt meg? Figyeled? Megállt az ürítés. Lehet, hogy azért már ott olyan kupóc lett ma. Nem tudom miért. Na mindjárt várjál. Annyit még megcsinálva. Hogy ennek beljebb húzom a csövét. Aha. Érdekes, hogy... Miért nem akar üríteni néha? Aha, most jó így. Így jó. Üríti, tök jó. De valahogy ebbe ugye ide bele kellene kerülnie. Ide. Mert hogyha nem kerül bele, akármi módon, akkor ez nem működik. Jó, hát itt vannak érdekességek. Arra az egyre tudok gondolni, hogy ezt talán föl tudja szedni. Ez a futószalag földről vesz fel. Úgyhogy ezt kell megvenni, gyerekek. Igen, és akkor ezzel tudod belecsapatni oda. És ez össze tudod akasztani, gondolom, azzal. Oké? Ez, ha már az limban, akkor ezt viszont föl tudom akasztani a jeep után, mert ezen látni, hogy van neki egy ilyen akasztója. Úgy gyerekek, nem egyszerű, de én arra gondoltam, hogy akkor így, szerintem így ez tök jó lesz. Vaj, ebbe bele tudok szállni? Mindjárt elakasztom. Ezt szerintem ebbe nem lehet beleszállni, ugye? De bele lehet, mert ugye el tudod indítani. Aha. Ezt ugye simán be tudod kapcsolni. Csak ugye nem megy addig. X. Igen, így működik. Aha! Aha, jó, gyerekek, jó, ezt földről föl tudja szedni, szuper, és akkor a másikba bele fogja csapatni, ez jól, így az a gyerekek. Ezt nem igazán akarja ezt vinni normálisan. De why? Hú, te öcsém, ez nem egyszerű lesz eljutni oda.
De egyébként ez meg 28-at ír, hogy 28-at tud menni, azt most megyünk 48-al. De hát jó van. De várj, nem a tempomaton van nekem nagyon leáll idő. Nem a szart nem. Miért vannak a tempomatok lenyomkodva? Mennyi a vége ennek? 100! Őrület! Jó. Ja, így húzza, érdekes. Hát jó van. Ennyi baj legyen gyerekek, csak már érjünk oda. De hogy ezt kipüszöböljük szerintem, akkor azért az tök jó lesz. Na, hát úgy kell mennem, hogy így kilincsel előre. Folyamatosan jobbra kanyarodva. Mondtad? Különben elhúz minket. Kicsit a bal oldali gumi az lehet, hogy igen, lapul, meg kockásra kopik, meg minden. Jó, átmegyünk a fődünkön szerintem, talán át tudunk normális sebességgel. Aha. Jó, nincs semmi gond. Jó, ez viszont szerintem ez a szájtól szalag dolog, ez egy jó ötlet volt. És ennek igazából azt forgalmaznám, hogy nem egy olyan nagy pénz, hogy ezt meg tudnál úgy csinálni, hogy egész főig. Érted? Egyikből a másikba, egyikből a másikba, egyikből a másikba, és a kapásból nyírra nyomná mindig. Meg gondolom, igen. Csak az a baj, ezeket mindig be kell kapcsolgatni, meg minden, meg nem tudom milyen hosszúak, és lehet, hogy azért egy ilyen, leraksz egy ilyen 15-öt, akkor már azért vannak bajok, nem? Mindegyik bekapcsolgatni, meg ki tudja mennyire lagoltatna, hogy tényleg ilyen 15 darab így sorba lenne rakva. Meg azért 15 darab most, hogyha 50 ezer darabja, akkor az már érted, az már milliók. Ha nem is milliók, de millió, majdnem millió. Ma majdnem millió, igen. Akkor 750 ezerna 15 darab. Na, menjünk ma, ne! Mert mondtátok, hogy a vasúton túra erdő legyen, lehetőleg, hogy ilyesmi. Hát ez, bocs, hogy így küzdünk, de hát ez van. Ez a bánya beindítás, ez nem egyszerű. Oh, shit! Jó volt, bérköltsége. Mit péreltünk mi? Jó, van, jövök! Jövök! Ezt is fel kell dobni oda. Most már jó, be van állítva. Azt a betyáról is teredette. Várján, fölkapol a képer, az viszi, mint a messzes, jó? Na, akkor ezt valahogy összehozzuk. És akkor azt a bányagépet el lehet adni a szarba, nem kell neki a képernek, nem? Csak fölösleges. Ó, hát ez olyan nagyon profi projekt lesz, hogy megőrültök. Várján, itt egy kicsit. Ezt a gépet, ezt vigyük odébb. Ez nem kell. Ez maradhat itt egyelőre, mert tudom, és szerintem sehol nem kell egyébként. Jaj, de nem így. Így. Ugye vissza. Mennyi van bennünk? 1%! De jó, erős. Erős, nagyon erős. Itt ezt a gépet, ezt odébb visszük. Ebből van 18% még. Jó, nem baj. Attól félek egyébként, hogy nem tudom, hogy mennyire fogja szétcseszni itt ezt a bányarészt, de hát ezt mindenképp szét kell, hogy csesszük. Naskacok, akkor hol van a futószalag? Itt van. Egyébként lehet, hogy alulra kellene volna raknom, na most ezt földobom. Ugye, lol. Ugye, arrébb fogom, aztán beleülök. Szóval megpróbáljuk, nem tudom, hogy ez hogy működik. De szerintem ezt így össze kell csatlakoztatni most. Nézzük az F1-et közben. Öv kinyitása, öv bekapcsolása, kirakás itt, igen. Így megpróbálok, így szerintem így kellene rácsatlakozni oda. Lehet, hogy nem is kell csatlakozni, csak oda legyen, hogy ez így legyen. Szerintem ezek összecsatlakoznak, ugye? Valami volt, valami történt. Valami eltűnt, vagy valami kiíródott. Érdekes.
Öv kinyitása X. Bekapcsolás B. Aha. Aha, oda nézzé testvérem. Oda nézzé testvérem. Oda nézzél. Na? Ki a király? Ki a király, gyerekek? Hoppá! Oda nézzé! Jön a izé! Jön az anyag! Hát nem valami gyorsan tellik egyébként. Meg itt baj lesz abból szerintem. Jó, lassan tellik. Nem? Srácok. Hát ez elég érdekes. Nem túl gyorsan tellik. Meg az a baj, hogy nem tudom, nem lesz abból baj, hogy itt ez így egy idő után. Nem mindig odébb kell fordítani, mi? Lehet, hogy inkább alulra kellett volna rakni, de viszont bőszme jól néz ki. De rohadt lassan tellik. Jó, hát mindegy. Kicsit félek tőle, hogy ez fog-e működni normálisan. Mondjuk azért nem is kicsi el. Mármint a... ennek a tároló kapacitása. Figyeljetek, ez viszont ez egy baró jó dolog, mert például akkor a szilást is tudod úgy csinálni, vagy akármit, hogy nem kell fölmerned, hanem most egy ilyenbe például ugye bele is tudsz ülni, és akkor odébb tudsz vele járni. És például hogy fogom, azt odébb fordítom. Tudod fordítani, érted? Így. Tudom én, odébb vissza egy kicsit. Mondjuk ez most honnan jött össze. De ide például odébb rakod. Aha. Na, ez tök jó. Jó működik ez, nincsen ez semmi gond. Azt furcsálom, hogy nem lehet összeakasztani ezt a kettőt, de... Aha, várjál. Az érdekes, hogy ezt nem engedi összeakasztani. Akkor mit tudom, hogy úgy működne, hogy így össze van. De nincs, ne, hiába nyomok kút, nem történik semmi. Jó, hát viszont így megtölteni, az biztos, hogy rettenetesen könnyű. Max mindig odébb kell állítani a gépeket. Annyi, hogy lassú, de hát addig ugye tudsz más csinálni. Megnézem, hogyha elugratok máshova, meg csinálok mást, akkor nem áll meg. Mert hogyha megáll, akkor viszont az nem olyan nagyon nagy üzlet. Most például átjövök ide, és akkor visszamegyek oda. Nem állt meg. Nem áll meg, gyerekek, ez viszont akkor ez baró jó. Akkor gyakorlatilag tényleg lehetne csinálni egy olyat, hogy így fölhozod, de viszont ez nagyon hosszú ez a terület. Jó, mindegy, megpróbáljuk egyelőre azt. Megcsinálom addig gyorsan ezt. Mert itt ugye vannak problémák. Mindjárt Keeper papa nekiáll, aztán rendbe teszi a dolgokat. Ja, jó ötlet volt. Nem tökéletes az egész, de viszont nem is annyira rossz. Én úgy gondolom. Na gyerekek. Ezt én itt gyorsan még megcsinálom. Ez a beugró, ez eléggé necces lenne ennek megcsinálni gépi munkással. Mivel ugye elég pici, meg még ráadásul ilyen körbe van véve mindenféle szakadékkal, szóval nem a legjobb. De meg itt meg még ideig vannak fák, de jó nekünk. Nem baj, úgy ahogy levetem mindenképp ezt a részt is, hogy ne legyen elmaradva. Kultiválás vetés. Na, gyerekek, viszont akkor megvan. El van verve, bele lehet pörgetni az időbe, közben akkor működni fog a takarófólia alatt ugye a szilázs. Nem tudom, hogy mennyi idő kell neki, hány napra kell neki, de akkor meg tudjuk venni a marhákat, úgyhogy az is be fog indulni. Úgyhogy ez így nem olyan rossz, nem olyan rossz. Megpróbáljuk egyébként egy más metódussal is elvetni ezt a földet, de szerintem ez volt még a legoptimálisabb. Itt ezt még lehúzzuk. De örülök neki, hogy nincsenek mindenhol föld alatti fák, meg mindenféle objektek. Objektek a izeje mellett, ott földek mellett, ez egy borzalom volt. Okay. Mennyit fogyott? Már nem olyan túl sokat fogyasztott ez a Big Bad, azt nézem. Azt hittem egyébként többet, de egész jó.
Következő részre szerintem talán már lesz tüzénk, trágyánk, főleg, hogyha pörgetünk az időbe azért közben. Nagyon kipróbálnám már ezért egy-két dolgot, ezt az olivát is csinálnám, mert de leginkább a drogüzletbe nagyon belefognék. Mármint leginkább azért, mert kíváncsi vagyok rá, hogy hogy fog működni ez az egész. Hát ez nem fog letörni egyszerre. Úgyhogy akkor menjünk még egyet. Legyen az egész levedve. Meg akkor mindenképpen megcsináljuk a permetezést is, meg a gyomírtást is, és akkor 100% haszonnal fogunk dolgozni. És megnézzük, mennyi pénz. Jöjjön vissza egy kis pénz, mert nem vagyunk annyira jó elvesztve. Elég sokat elköltöttük, meg legalább még egy olyan, hát egy millió környékén még azért el fogunk verni. Ugye? Kellene egy permetező. Mindenképp, legalább egy. Szőlő, erre is kíváncsi vagyok. Ah, gyerekek. Most egy picit így visszatervelünk egy kis pénzt. Tényleg dohány nem lehetett volna vetni? Lehet, hogy... Egyébként 50%-ra se fogyott ki, látjátok a műtrágya meg a szójabab, mármint a maga a mab. Mag, nem mab, mag. És hogy egész jó ez a vető. Én azt mondom, gyerekek, hogy még megvenném mellé ezeket a földeket, és akkor azt még hozzásopnám. Én abba így tudnék gondolkodni még. Na figyeljetek, ami még nincs levedve, az itt ez a kicsi rész. Érdemes még azt lehúzni? Szerintem tök fölösleges, mert hát, ha már egyszer arra megyünk. Nem tudom, most azt az egy méter miatt ugye újra húzzuk az egészet, több mag elfogy. Mint amennyi hasznod van, mert ugye újra kultiválja, meg újra... Nem csinálom meg, mert igazából deficites lennél, érted? Mert amennyi gabona abból ki fog jönni, azért nem ér megcsinálni. Itt van egy nagyobb rész, amely megmaradt, ezt lehúzom. Egyébként össze-vissza van most trágyázva, ugye, mert ezek különálló földek minden egy máshogy volt, de majd ez be fog állni a következő melónál. Itt meg igen, itt van valami föld alatti fa, és emiatt itt volt probléma, úgy látom. Látod? Itt, vagy ez a facsoport, ez nem nagyon tetszett neki. Hát jó van. Ennyi bajunk legyen szerintem. És akkor meg is vagyunk. Vissza is viszem a betőgépet. Akkor legyen már egy helyen. Jó, itt az a kis csík az nem volt megcsinálva, ennyi baj. Legyen tényleg, szerintem. Tökéletes. Tökéletes, gyerekek, elég jó haladtunk. Bele lehet pörgetni az időbe, legalább kiderül, hogy hogy fog működni. Úgy gyerekek, hát az az meg már a... Nem tudom... Ej... Ez miért ilyen rossz lassan csukódik össze? Hát a szemem esül már, vagy a... Nem az sül el, más sül el, de azt nem akarom mondani. Jó, ez meg akkor maradhat itt. Tökéletes. Izére vagyok kíváncsi. Na, ez itt akkor mi van? Megtelled, gyerekek. Oda nézzél, mekkora lyukat ásott oda, hallod? Úgyhogy ez tök jó lesz. Ezt mindig odébb rakod, azt kész. Ez jó megoldás lesz. Jó, meghagyjuk a bányagépet, hogy valamire kell. De simán jó ez a dolog. Szerintem ez tök jó. Itt az egeremmel van valami baj. Az egeremmel meg valami baj van. Már észrevettem Division-kor is. Mindent csinál, csak azt nem, amit akarok. Ez pont meg fog fordulni, higgyétek el. Jó. Jó, hát ezt beöntöm már. Ez 70 ezer liter. És nem kell vele nagyon foglalkozni, hanem csak annyi, hogy ide állítod a kamiont, azt itt hagyod. És addig tudsz más csinálni, nem kell rakodni. Ez szerintem egy hatalmas nagy ötlet volt. Nem fel tudjuk húzni, hát simán a gyerekek. Gyorsulunk felfele, ne vicceljél. Tökéletes. Tökéletes, 70 ezer liter. Nyi. Cucc. Várjál, itt is a tempomod van elállítva? Aha!
155 a vége. Nem tudom, miért vannak elájtgatva a tempomatok, érdekes. Na, ha hátrafele ürít, akkor megpróbálunk egy ürítést. Meg azt a vizet majd eladjuk a francba, és akkor a következő részben már hozok nektek csőrendszert. Legalább kitapasztaljuk, hogy hogy működik. Fel kell töltenem a modpakot. Zsoltnak is megígértem, hogy... Mert nem működik neki a víz. Nem fogadja el valaki, hogyha aztán... Jaj, de gyerekek, azt nem mondjátok, hogy ez nem hátul ürít, mert akkor megboladulunk. Akkor megboladulunk, akkor vége van a bulirak. Jaj, de jó. Hátul ürít. Bírom ezeket, amikor egy ilyen hatalmas nagy munkahenger nyomja föl. Az van, amikor így megszoknak rettyenni, tudjátok, meg egy oldalra eldőlnek. Mondjuk ez nem emel olyan magasra. Nem a francot, nem ezt figyeld. Na, az igen? Na, azért ez így jó lesz. Nézzük meg, hogy mi a szitu. Várjál, hol írja a Soilt? Ott írja. 90. És mondtátok, hogy akkor Viola Bence mondta jobban mondva. Csináljam azt, hogy ezt telehordom dörtel, aztán utána meg víz, aztán akkor ez mehet mindig. Aztán csinálja szépen nekünk az aranyat. Ingyen. Jó van, srácok. Oké, na, el is búcsúzom. És akkor a következő részbe várlak benneteket, hát ezt meg ugye bele tudunk pörgetni. Annyit még megcsináljuk, hogy egy darab... Izék, belepörgető, majd a farmépületbe. Tök jó, innen kimegyek a farmépületbe, megmártam a, a medencébe a lábamot, azt már itt vagyok a földön, itt tudok nézelődni, hogy mi a szitu. Gyorsan belepörgetek az időbe addig, hogy első növekedési stádium, meg a gyomosodás, sőt, még egy picit jobban is. Lány, mondjuk egy este 6-ig pörgetünk, jó? Oké, aztán arra vagyok kíváncsi, hogy itt ez mennyit érett ennyi időt. Júj, 70%, ez ilyen gyorsan beérik. Já, gyerekek, nem bírom ki. Még egy picit pörgetek. És akkor mondjuk, mit este 7, fél 8, ki akarom már nyitni nagyon. 83, hát akkor már reggelig tesó. Még az éjszaka is más itt, hallod? Hát sivatagos éjszakában vagyunk-e? Na jó. Csak nehogy ezek közben beérjen a szójam. Na csak nem, most pörgetünk egy reggel 8-ig, azt mindjárt meglátjuk. Reggel 8-ig, és ki tudjuk nyitni? Hú, milyen jó köd van meg minden. Oda nézzél! Siló kinyitása, jaj de jó! Srácok! Nagyon király. És akkor ugye már meg is van a kajájuk. Ja nem, mert széna kell még, de viszont valószínűleg a fű már benőtt megint. Ú, gyerekek, következő részben már mennek a marhák ezerrel. Mert itt meg már ugye... Megtrágyázok, le van szarva. Betakarításra kész. Ezt lekaszáljuk, behordjuk, vagy megsodrózzuk. Szénaként behordjuk, és TTK-t már tudjuk is kivenni vele ezerrel. És tudjuk adni neki az állatoknak, meg minden, jaj de jó. Viszont egy dolgon, amíg kíváncsi vagyok, hogy ezzel mi van? Jó, ezt meg ugye permetező kell neki, lepermetezi, legyomírtja, aztán utána meg jöhetok. Te azt ugye nem mondod, hogy az be... Ugye nincs beérve. A baj, hogy ilyen szenvedhetek itt a... Akkor ez a map nem, vagy a föld nem tudom átlátni. Te ezt föl tudok menni, nem? Jaj. Ne! Jó, akkor ez ott rohad meg, gyerekek. Azt learatjuk így, jó? Legalább megnézzük, figyeljetek, csinálunk egy olyat, hogy learatjuk így, meg learatjuk izébe is. Minek nevedik be? Ha ez gyorsan beérett a rohadt életbe, hallod? De mi? Hát mi hatalmas ez a map? Mellettünk lévő földön már van valami. Mert akkor meg kell venni, hogyha pont valami jó. Zab! Az zab jó lesz valamire? Nagyon nem egyébként. Zabot azt nem tudom beizérni.
besírózni, semmi, nem, jó, jó van. A 23-os, mi van rajt? Már meg kell nézem a 23-os, nem, nem bírom ki, ha mindent meg akarok venni. Kukorica, azt a betyár. Kukorica van. A 23-ason pont be van érve. Egyébként azt is... Én még mindig azt mondom, hogy a 23-as csapjuk hozzá. Simán. Hát majdnem megdupláz, jó, nem megdupláz, de horribilisen megnevelni. 23-ast én még hozzácsapnám, gyerekek azért. Mit szóltok hozzá? Megvesszük a 23-as földek, mennyibe kerül 23-as? 130 ezer, ne vicceljél! Keeper bár vette is meg. Jó, meg még a 11-es, nem? Itt, nem a 23-ast, egyelőre a 23-ast hozzácsapjuk, meg most le tudjuk aratni. Úgyhogy ezt is learatjuk. Úgyhogy aratunk kukoricát, meg aratunk szójababot, és nem fogjuk eladni instant, hanem azt csináljuk, hogy gyerekek! A bolton túl nyúlik már a földünk. Egyébként ez a siló. Ebbe be tudjuk hordani ám. Ezt tudjuk használni. Csak a keeper hülye volt, mert vett egy silót, de ide be tudnánk. Ide nagyon nagy mennyiség befér, mert ugye megnézem, mert valami nagyon bőrület sok. Hol vagy? Nem, nem sok. 200. 200 ezer. De hülye vagyok, nem. Siló egyéb kapacitás, silók saját, siló egyéb. Van itt még 1,6 milliónyi. De mi az, hogy egyéb? Mi az, hogy egyéb? Ezt nem vágom egyébként, hogy ez lenne az. És ide tudom behornani? És ez ugyanúgy tárolódik, de hát ez nem az enyém. Ja, bazza, ez hülye vagyok. Hát ez a izé, ez a vasúti. Mi a szar? Ez hogy nevezik? Keleti vasúti siló. De ez lehet, hogy akkor az vasúti silókra van, mert ugye az van még másik is elvileg. Valahol láttam máshol. Ez mi az a refineri siló, na? Gyerekek, ja igen, itt van a finomító. Hú, bazza, itt aztán van minden öcsém. Gyerekek! És ez mi a szarom? Tar. Ja, innen tudod le... Kívül van, bazza, izéje. Kívül van neki. Ó, gyerekek, hát itt van minden, mind a bucsóba, csak igazodják ki rajt. Jó, gyerekek! Jó, bocsánatot kérek, hát megyek is már arrébb. Ja, azt akartam mondani, hogy van itt minden meg a bocsúba. És egyébként itt van még egy olyan is, képzeljétek, hogy elvileg hajóra tudod rakni a dolgokat. Látod ezt? Ide beöntöd, és elvileg itt be tudod rakni azt hiszem, hogy hajóba is. Tehát hajóval is tudsz állítani dolgot. Elmondom nektek, szerintem itt az van, hogy hajóval lehet, hogy tudnánk a izékhez. A kikötőköz, vagy nem tudom. Van itt egy hajó beszállító is, és meg fogok nézni hajót akkor ehhez a térképhez. Látod? Ide beöntöd, és akkor ki tudod venni itt is, meg hajóval is. Na jó, elbúcsúzom gyerekek, mert rettentő hosszú lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!